Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket! Engem Németh Kingának hívnak, a Biodermánál dolgozom, mint orvoslátogató és tréner. És a mai videó apropója az az, hogy nagyon sokan kerestek meg minket, akár a Bioderma, akár a Derma online oldalát, hogy segítsünk nektek kialakítani egy bőrápolási rutint, vagy a bőr problémáitokra kerestek megoldást. Mi ezzel a videóval szeretnénk nektek segíteni. Fogadjátok szeretettel. A mai nap témája az a hiperpigmentáció lesz. Szeretnék nektek egy nappali és egy éjszakai rutint bemutatni a Bioderma innovatív új termékcsaládjának, a Pigment Bio-nak a segítségével. Igazából mik is ezek a hiperpigmentációs problémák? Minden, ami májfolttal, szeplővel, gyulladás utáni hiperpigmentációval kapcsolatos, amikor látjuk azt, hogy egy-egy ponton a bőr felszínén el van sötétedve, barnulva a bőr, és erre szeretnénk megoldást kapni. Mik okozhatják ezt felsorolás szintjén csupán? Akár ugye a genetika, a fényexpozíció, tehát az UV-sugarak, az elasztin kollagénrostokra is káros hatást fejtenek ki, és beleszólnak sajnos a melanogenezisbe, tehát abba, hogy mennyire termelődnek túl a pigmentek, és ülnek ki a bőr felső hámrétegébe, az epidermisbe, tehát a célunk az, hogy megelőzzük, illetve kezeljük a fénykárosodást. Illetve ugye okozhatják különböző hormonális hatások, gondolok itt például a várandóság alatt bekövetkezett hormonális változásra. Nagyon fontos, hogy a bőr típusunknak megfelelő tisztítókat és ápolókat alkalmazzunk. És olyan hatóanyagokkal legyenek ellátva ezek a készítmények, amik a mi bőr problémáinkban tudnak segítséget nyújtani. Tehát egy rozáciás bőrű páciens ne egy zsíros kombinált bőrre való tisztítót alkalmazzon, mert nem lesz neki nyilvánvalóan megfelelő. A Pigment Bio termékcsalád nagyon-nagyon jól beleszól olyan problémáknak a kezelésébe, mint ugye a hiperpigmentáció, a meglévő májfoltokat és a jövőben kialakult foltokat is segíti kezelni, illetve megelőzni. A tisztító, amit én javaslok a Pigment Bio termékcsaládból, az a Pigment Bio habzó tisztítója, ami már kapható a gyógyszertárakban, vagy akár itt a Derma online oldalán is meg tudjátok rendelni, és kényelmesen házhoz érkezik hozzátok. Az a Pigment Bio-nak a tisztítója, a habzó lemosó, ami kettő kiszerelésben kapható, van egy kisebb 200-as kiszerelésben, ugye megtalálhatjátok, illetve van egy 500-as kiszerelése is, ami pumpás. Olyan hatóanyagokkal vannak a készítmények ellátva, mint például ugye az andrografolid és a lizin azelát, ami kiváló megoldást nyújt hiperpigmentációs problémáknak a kezelésében, nagyon-nagyon jól tudja a túltermelődött pigmenteket blokkolni, illetve hatóanyag szintjén a tisztítóban található fizikai és kémiai hámlasztó. Ez azért nagyon fontos, hogy azokat a pigmenteket, amik nem odavalók a bőr felső hámrétegébe, az epidermisbe, eltávolítsuk. Fizikai hámlasztó benne a mikrocellulóz acetát gyöngyök, amik egyébként lebomlanak, és nem tudom, mennyire látjátok, de egy nagyon-nagyon jól szívódó, könnyű textúráról van szó. Kémiai hámlasztó pedig a citromsav benne. Ennek a kettőnek egy nagyon-nagyon jó hatásmechanizmusa lesz, és mellé ugye még blokkoljuk is a további pigment túltermelődést. Ezt a tisztítót vízzel kell felhabosítani és lemosni. Reggel este javaslom az alkalmazását, és ha elfogadtok tőlem egy tanácsot, akár maszkként is tud funkcionálni, tehát heti egyszer-kétszer egy fél órára, órára felkenitek a bőr felületére, rajta hagyjátok, és utána mossátok le, nagyon-nagyon szép bőrt tud kölcsönözni neki a készítmény. A nappali rutin része kell, hogy legyen nappali krém is egyaránt, amit szeretnék nektek megmutatni. Az a neve, hogy Pigment Bio nappali krém Daily Care, ami egy 50 pluszos extra magas fényvédővel van ellátva. Ugye, ahogy mondtam, a fény rontja ennek a bőrnek is az állapotát, ennek a típusú bőrnek, ezért nagyon fontos megelőznünk, illetve kezelnünk a fénykárosodást. Az extra magas fényvédő megtalálható benne, emellé nagyon-nagyon jól hidratál, nappali krémként kiválóan felszívódik a bőrbe, tehát a smink alapként is tudjátok használni.
Andrographolid lizin az a lát ebben is megtalálható, ugye mi szabadalmakkal dolgozunk a készítményeinkben, mindegyik pigmentbióban megtalálható a LumiReveal technológia, ami biztosítja azt, hogy tudjuk kezelni ezt a bőr problémát. Egy nagyon-nagyon jó pumpás kiszerelése van, és könnyen felvihető a bőr felszínére, pluszban pedig C-vitamin és E-vitamin található meg a hidratáló hatóanyagok mellett a készítményben, ami nagyon-nagyon jó antioxidáns, és ismert depigmentáló hatású hatóanyagokról van szó. Ez volt tehát a nappali rutin. Az éjszakai rutin ugyanúgy kezdődik, mint a nappali tisztítással, tehát a napi szennyeződéseket, amit akár külső környezetből felveszünk, a sminket, allergéneket, fontos, hogy lemossuk, eltávolítsuk, tehát történik egy tisztítás, ugye a habzó lemosóval, utána pedig javaslok egy C-koncentrátum nevű készítményt, ami így néz ki, egy üvegcsében található meg, és ilyen kis üvegpipettával együtt fogjátok tudni megvenni. Én 5 cseppet ajánlok csak és kizárólag éjszakára, és a készítményt kúraszerűen kell alkalmazni, minimum 1 hónapig, de igazán 2 hónap után éri el a nagyon látványos eredményt. AHA és BHA savakkal van ellátva, amik méltán népszerűek a bőrgyógyászok és kozmetikusok körében, ugye ez a glikolsav és szalicilsavat jelenti, illetve található meg benne a C-vitamin és E-vitamin kivont formája, amik mint antioxidáns funkcionálnak és nagyon-nagyon jól fognak depigmentálni. Ahogy felszívódott az éjszakai C-koncentrátum, javaslok nektek egy gyönyörű tégelyben kapható éjszakai krémet, a Pigment Bio éjszakai ápolónkat, amiben hexapeptid 2 hatóanyag található pluszban meg, ami a kollagén szintézist fogja fokozni, tehát egy nagyon-nagyon jó regenerálő készítmény, éjszakára javaslom az alkalmazását, és egyébként ez is egy nagyon könnyen szívódó, nagyon jó textúra, és egy igazi dermokozmetikai élmény ezt alkalmazni. Ha pedig ugye nem csak az arcon találhatóak meg különböző elsötétedései a bőrnek, hanem a test különböző területein, akkor van egy egyedi krémünk, az a neve, hogy Pigment Bio érzékeny területekre való krém. Ezt tesztszerte tudjátok alkalmazni, akár egy tisztítás után. Gondolok itt például olyan területekre, mint mondjuk a könyök, a térd, vagy a comb belső része, ami el van barnulva, pigmentálódva, vagy ugye a mechanikai beavatkozások is generálhatnak különböző elpigmentálódást, gondolok itt például a gyantára, a borotvára. Ez a készítmény olyan hatóanyagokkal van pluszban ellátva, mint például a barna alga, ami nagyon-nagyon jól nyugtatja a bőrt és gyulladást csökkentő hatóanyag ugye a termékben. Ugye megtalálhatóak benne azok a hatóanyagok, amik a depigmentációt fogják segíteni, illetve a glabridin, ami szintén egy nagyon jó halványító növényi hatóanyag. Tehát az a napi rutinunk a nappal és az éjszaka, illetve a testre való a Pigment Biótól így néznek ki. Remélem, hogy könnyen be tudjátok építeni a mindennapjaitokba, és használjátok egészséggel. Áldott ünnepeket kívánok nektek előre is! Sziasztok!